Hogyan készül el a program leggyorsabban? A programozás, tehát a program elkészülése alapvetően, nagyon leegyszerűsítve, három lépésből áll. A feladat megértése, a program készülése, illetve elkészülése, és a harmadik, van egy kész programunk. Ennyi az egész. Használjunk egy hasonlatot. Házat építesz. Elmagyarázod az építetőnek, hogy mit szeretnél. Aztán nem az lesz, amit kértél. Mi történhetett? Egy biztos nem az készült el, amit kértél. Tehát rosszul végezték a dolgokat. Mivel a munkát ők csinálják, te nem lehetsz ott minden pillanatban velük, hogy korrigáld, hogyha valamit nem értenek. Lehet, hogy nem tudják, hogyan kell építeni? Ez előfordulhat. Azonban sokkal valószínűbb az a dolog, hogy nem értették meg, hogy pontosan mire van szükséged, hogy milyenre szeretnéd építetni a házadat, hogy mit szeretnél. Az előző videóban hasonlatképpen a fordítást hoztam fel a programozással összehasonlítva. A fordítás során alapvetően két probléma fordulhat elő. Az egyik ugye az, hogy nem ismeri a fordító a célnyelvet, ugye korábban azt feltételeztük, hogy ez nagyobb a probléma, illetve nem ismeri magát a kiindulás nyelvet, ami valójában sokkal nagyobb probléma lehet. Ugyanez igaz a programozásra is. Lehet, hogy hihetetlen, de az esetek túlnyomó többségében az derül ki, hogy a programozó már eleve nem értette meg, hogy hova tartunk, hogy mi az eredmény. Ezért nem tudta elkészíteni a programot, ahogyan azt te megrendelted. Mit tehetsz te a megrendelő, hogy mindezt elkerüld? Ha van rá lehetőséget, készíts egy rajzot, ahol lerajzolod a program különböző részeit. No, nem kell egy részletes térképet összehoznod, elegendő egy valamilyen jellegű folyamatábrát, amin megjelenik valami, mondjuk az első lépés, valahol nyomunk egy gombot, akkor minek kell történjen, Hogyha bizonyos adatok nem kerülnek megadásra, akkor mi történik, és így tovább. Ez, ez majdnem olyan lesz, mint egy fa, külön ágak, elágazások lesznek majd rajta. Nem kell egy tanulmánynak vagy egy akadémiai értekezésnek lennie, azonban neked önmagadnak kell lennie egy tiszta elképzelésednek, hogy honnan indulsz és hová szeretnél megérkezni. Ez jól jön azért is, mert mire programozóval beszélnél, jobban tudod, mit akarsz. Persze nem azt mondom, hogy nem tudod, mit szeretnél. Azt viszont mondom, hogy sohasem járt meg némi áttekintés, szélesebb megértés azzal kapcsolatban, mit szeretném. Ha pontosan tudod, mit akarsz, akkor az sokkal könnyebb kommunikálni. Ezzel időt fogsz megspórolni, és nem kell újabb és újabb megbeszélést tartanod a programozóval, hogy ő megértse, mit akarsz. Ha tudod, mit akarsz, nagyon gyorsan és hatékonyan tudod azt kommunikálni. Időt fogsz megspórolni. Illetve, mivel sokkal jobban tudod, mit akarsz, nem hagysz teret a kétségeknek. Sem igent nem tudsz mondani, se nemet. Amíg lehet, hogy az emberek számára működőképes a vagy, addig a számítógép nem tud talán igen, talán nem módon gondolkodni. És szerintem az emberek sem igazán. Tehát, ézd meg, mit akarsz, majd pedig készíts egy vázatot. A következő videóban arról lesz szó, mit tegyél, ha hülyének magad, amikor egy programozóval beszélsz. Köszönöm szépen!